Már az óra vár benneteket a tóra, kedves barátaim, gyertek tanulni ezen a hűvös januári. Mit beszélek? Februári estén, hát már február van, ráadásul ugye különleges nap, különleges alkalom a Haszid kalendáriumban. Ma van ugyanis hó 10-e, pontosabban nem pár órával ezelőtt ért véget Svát hó 10-e, amely a Haszid kalendárium egyik jeles napja, ugyanis 1951-ben ezen a napon foglalta el a Chabad mozgalom vezetőjének székét, a 7. Lubavitchi Rebbe, Menachem Mendel Schneerson. Szeretettel köszöntöm, mindjárt tovább mesélem a történetet, csak közben köszöntöm Zsoltot, jó estét kívánok Szilárdnak, Attilának, Sándornak, Józsefnek, Lászlónak, Katalinnak, Ráhelnak, Kálmánnak, Bernadettnek, és annak a több mint 90 kedves tanultársnak, akik már itt van. Jó estét kívánok, tehát ott tartottam, hogy a mai nap különleges, Svát hónap 10-e, ami néhány órával ezelőtt ért véget, ugye a nap lementekor. Azért különleges nap a Haszid kalendáriumban, két esemény is történt. 1950-ben ezen a napon halt meg a 6. Lubavitchi Rebbe, Yitzhak Yosef Schneerson rabbi, a 6. Lubavitchi Rebbe, aki a cári Oroszországból, és aztán később a kommunista Szovjetunióból menekült ki a 40-es évein az Egyesült Államokban, a holokauszt előtt, vagy pontosabban azt a vidéket elért holokauszt előtt, menekült ki az Egyesült Államokban. És egy évvel később, 1951-ben, ezen a napon foglalta el a Chabad Lubavitchi mozgalom vezetését, vagy vette át a mozgalom vezetését egy évvel később, tehát az apósának az első jarcájt, akkor az első halálozási évfordulójakor a 7. Rebbe, Menachem Mendel Schneerson rabbi, aki, ahogy az előbb mondtam, a 6. Rebbe veje volt, tehát nem a fia, hanem a veje. A 6. Rebbe fiatalabb, a 6. Rebbe-nek három lánya volt, az egyik sajnos odaveszett a holokausztban, nem tudott kimenekülni a volt Szovjetunió, vagy pontosabban Litvánia területéről, és őt elvitték, őt és a férjét gázkamrába, és meghalt, elpusztították, meggyilkolták, két lánynak sikerült megmenekülni, és két lány vejének sikerült megmenekülnie, a fiatalabbik lett a Lubavitchi Rebbe felesége, vagy pontosabban Menachem Mendel Schneerson rabbi felesége, és ő által rajta keresztül lett Menachem Mendel Schneerson rabbi, a Rebbe, a hetedik Lubavitchi Rebbe, tehát a mozgalom vezetője, és hát egyben ugye a mi hitünk szerint, pontosabban a Haszid filozófia szerint, hát tulajdonképpen az egész zsidó nép vezetője is. Aki 1902-ben született egyébként, tehát 1951-ben foglalt el a vezetői széket, tehát 49 évesen, és 1994-ben halt meg, tehát 92 éves korában halt meg, Menachem Mendel Schneerson rabbi ez a nap, tehát akkor különleges nap, és ezért ez egy különleges nap, úgyhogy és ezért ez a mai tanulás az legyen a mindkét Lubavitchi Rebbe emlékére, a 6. illetve a 7. Lubavitchi Rebbe emlékére, és remélem, hogy mindannyian megerősítjük a hitünket ezáltal az örökkévalóban, az örökkévaló igazságában, a Bibliában, a Tórában, aki a zsidónak a zsidó hitben, aki nem zsidó, annak is az egyisten hitben feltétlenül. Oké. Nem sikerült még kitennem a tegnap esti Farbrengenről, ezzel kapcsolatban volt egy Haszid Farbrengen, egy Haszid összejövetel, nem sikerült kitennem az erről készült videót technikai okokból, de remélem, hogy holnap lesz meg, időm sem nagyon volt rá ma, elnézést kérek, megpróbálom ma ezt tenni, de addig is kárpótoljon benneteket, hogy írtam egy blogbejegyzést, viszont tegnap az kikerült ma az Index címoldalára is, a lekvarisgem.blog.hu elolvasható, egy érdekes téma, meglepő téma, mit gondol a zsidóság a feleség, az asszony megveréséről, ilyen egészen borzasztó témával kapcsolatban írt nekem valaki, és azt gondoltam, hogy ez egy érdekes téma, úgyhogy erről talán érdemes egy pár szót beszélni, és ezért megírtam ezt a blogbejegyzést. Oké. Érkezett egy másik kérdés, amelyről nem készítettem blogbejegyzést, hanem most akarom megválaszolni. A dohányzással kapcsolatban mit gondol a zsidóság, mit gondol a zsidó vallásjog, mit mond a dohányzással kapcsolatban. Nagyon érdekes kérdés, ráadásul az érdekes kérdés, mert a dohányzással kapcsolatos érdekes kérdés, az azért izgalmas, mert jól mutatja azt, hogy a zsidó vallásjog
milyen módon fejlődik, milyen evolúciót jár be, milyen módon igazodik a tudományhoz és a tudomány állásához. És nem árulok el talán vele titkot, hogy a dohányzás kifejezetten ártalmas az egészségre. Kifejezetten ártalmas az egészségre a dohányzás. Van egy tórai törvény, amely azt mondja, a tórai törvény úgy fogalmaz, hogy us mártembe odlenafso techem, és vigyázzatok nagyon a lelketekre, Mózes 5. könyvében, us mártembe odlenafso techem, vigyázzatok nagyon a lelketekre, amelyet a Talmud, a bölcsek úgy értelmeznek ezt a felhívást, ezt a parancsolatot, ezt a micvát, hogy az ember nem károsíthatja, nem csak a lelkét, hanem nem károsíthatja a testét sem. Nem okozhat semmilyen olyan szándékosan nem okozhat semmilyen olyan eseményt, vagy olyan történést, amely sérülést, vagy kárt okozna az ember saját testében. Ugye a kiinduló pont az teljesen egyértelmű, már sokat beszéltünk korábban, csak már régen. Az ember teste nem az saját tulajdona, a testem az nem az én tulajdonom, a testem Isten tulajdona. Ez nem az van, amit a nyugati manapság nagyon népszerű álláspont mond, az én testem, az én döntésem, azt csinálok a testemmel, amit akarok, nem azt csinálsz a testeddel, amit akarsz, mert a test nem a tied. Nem a tied, a testet kaptad az örökkévaló Istentől, az ember kaptuk az örökkévaló Istentől a testünket, és az a feladat, mint mindenre, amit ránk bíznak, az emberre rábíznak valamit, ami ideiglenesen megőrzésre kap, akkor arra vigyáznia kell, úgy kell vigyáznia, mintha a sajátja lenne, vagy még jobban, hiszen egyszer majd el kell vele számolnunk. Úgyhogy ugyanígy igaz, hogyha valaki, bárki kölcsönad egy barátodat, szomszédod, kölcsönad valamit, vagy átad valamit megőrzésre, akkor arra vigyázni kell, és megfelelő alkalommal, megfelelő idő lejártával vissza kell szolgáltatni, és hogyha visszaszolgáltatja az ember, akkor el kell számolni azzal, hogy mi történt azzal az adott dologgal, tárgyal, bármi mással, amit az ember megőrzésre kapott. Így van ez a testtel is. Istentől kaptuk a testünket, ezért el kell számolnunk vele majd, Isten adja 120 év múlva, mikor visszaadjuk visszaadjuk a lelkünket a Teremtőnek, akkor el fog kelleni számolni a testünkkel is. Oké, tehát nem lehet károsítani a testet, ez a tórai törvény, smártem lenapsot éhem, meod lenapsot éhem, smártem od lenapsot éhem, vigyázzatok nagyon a lelketekre. De érdekes módon, ugye ma már tudjuk, hogy a dohányzás kifejezetten ártalmas az egészségre, de nem volt ez mindig így, nem mindig ártalmas volt, csak nem mindig tudtuk, hogy ártalmas. Nem mindig tudtuk, hogy ártalmas, és még az egészen a közelmúltig, tehát a mondjuk a 70-es évek közepéig, 80-as évekig, 70-es, 80-as évekig nem nagyon tudtuk, hogy a dohányzás ártalmas. Sőt, a tudomány nem volt ebben egyértelmű. Míg nem aztán volt egy óriási nagy botrány az Egyesült Államokban, erről dokumentumfilmeket is lehet látni. A négy nagy dohánygyárat, a Philip Morris az egyik, a BAT, a British American Tobacco a másik, van egy japán nagy dohánygyár is volt, még másik két nagy amerikai dohánygyár, amelyet kongresszusi, vagy szenátusi, most nem emlékszem, hogy az amerikai kongresszusban, vagy az amerikai szenátusban idézték be bizottsági meghallgatásra, hogy tudatában volna vannak-e annak, hogy a dohányzás, és konkrétan a nikotin az milyen függőséget okoz, és ugye ennek a pernek az volt benne az izgalmas, hogy a dohánygyárak tagadták, hogy tudnak arról, hogy a nikotin függőséget okoz. Márpedig, hogyha függőséget okoz, ugye az Egyesült Államokban olyan törvényrendszer van, hogyha függőséget okoz, akkor más törvények, akkor nem az élelmiszeripari, sima élelmiszeripari törvények vonatkoznak rá, hanem a drogokkal és egyebekkel kapcsolatos törvények, ami például a szeszesítőre, ami például a kábítószerekre, stb. Persze nem hozok egyenlőséget a szeszesítőre és a kábítószer között, csak mondom, hogy mások az élelmiszerbiztonsági szabályok olyan élelmiszerek, vagy olyan fogyasztási cikkek esetén, amelyek addiktívak. Tehát rájuk lehet szokni. Most ebben az időben, tehát a 70-es években elkezdődött egy ilyen, mondom, azt mondom, ez a per a nikotinról, ez a per az a 90-es években volt, de már a 70-es években elkezdődött egy folyamat arról az Egyesült Államokban, hogy a dohányzás mennyire káros az egészségre. A dohányzás nem egy új dolog,
nem tudom én, 150 évre visszamenőleg már pipáztak az emberek, lehet, hogy 200 éve is, lehet, hogy sokkal régebben pipáztak az emberek, mármint itt Európában, lehet, hogy távol-keleten sokkal régebb óta, szívtak különböző dohányokat, sőt, hát persze, mit beszélek, hát évszázadok óta dohányzunk, és nagyon sokáig úgy tartották, hogy a dohányzás egészséges, ugye a füstölt hús tovább eláll. Azt tartották, hogy a dohányzás egészséges, egészség javító hatása van, baktériumölő hatása van, mit tudom én. Egészen a 70-es évekig. És 70-es években terült ki az, amikor meghalt Marlboro Man, meghalt a Marlboro cigaretta reklámarca, ráadásul tüdőrákban halt meg, ami a sors fintora, hogy a dohányzás tulajdonképpen egészségtelen. Ezért a rabbinikus irodalom többféle választ is mond arra, hogy a dohányzás az egészségtelene, vagy egészséges, vagy egészségtelene. A 70-es években, a 20. század végén, a 20. század végén élt nagy zsidó, nagy rabbi, nagy döntnök, aki Litvániában született, ugyan az Egyesült Államokban élt és működött később a háború után, úgy hívták, hogy Moshe Feinstein rabbi, leghíresebb és legelfogadottabb döntnök modern halachikus vallásjogi kérdésekben. Ő a 70-es években, ha jól emlékszem, de lehet, hogy még a 60-as évek végén kiad, amikor hozzáintéztek egy kérdést dohányzással kapcsolatban, akkor egy olyan rabbinikus választ adott, hogy szabad dohányozni. Az akkor rendelkezésre álló tudományos anyagok alapján ő arra következtetésre jutott, hogy szabad dohányozni, mert a dohányzásnak nincs bizonyítottan egészségkárosító hatása. De ez volt a 60-as években. Aztán később, a 80-as években megint született egy vallásjogi responzum, egy vallásjogi válasz ugyanettől a rabbitól, amelyben azt mondja, hogy nem szabad dohányozni, mert új tudományos bizonyítékok láttak napvilágot addigra, és a korábbi álláspontjával ellentétben az új tudományos bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy a dohányzás bizonyítottan káros az egészségre. Ezért tehát Feinstein rabbi revidiálta a korábbi döntését, pontosan nem azt mondta, hogy a korábbi döntés nem érvényes, de egy új döntvényt adott ki, amely a tudományos értelem, amely a tudomány akkori állására hivatkozva azt mondta, hogy a dohányzás nem helyes, nem jó dolog, az ember ne szokjon rá, hiszen nem szabad az embernek károsítani a saját testét. Ez az általános álláspont. Ugye a probléma az csak abban mutatkozik, hogy ugyanannak a Feinstein rabbinak, tehát van egy korábbi döntvénye, meg van egy későbbi döntvénye, és nagyon sokan, akik dohányoznak, és vallásos zsidók, akik dohányoznak, sok vallásos zsidó még mindig dohányzik sajnos, ők az a korábbi döntvényre hivatkoznak, a 60-as évekbeli döntvényre, mint hogyha később a 80-as években nem született volna egy másik döntvény. Ja, tehát itt az emberek nagyon szelektíven tudnak viselkedni, és van sok vallásos zsidó, ortodox zsidó, aki dohányzik, meg vannak, ugye ez az egyik, hogy Feinstein rabbinak, tehát a korábbi véleményét veszik figyelembe, és nem a későbbi. Nagyon sokan meg azt állítják, hogy egyáltalán nem lehet a tudományos eredményeket összehasonlítani. A tudományos eredmények nem vonatkoznak ortodox zsidókra, mert a tudományos eredmények, a kutatások, amelyek a dohányzás egészségtelen mi voltát vizsgálják, hogy egészségre a gyakorolt hatását vizsgálják, azok általában olyan mintán készülnek, amely az emberek heti 7 napot dohányoznak. Márpedig egy zsidó nem dohányzik, mert egy ortodox zsidó nem dohányzik heti 7 napot, csak 6-ot, mert savátkor nem lehet dohányozni, még annak sem, aki dohányzik egyébként. Ezért tehát azt mondják, hogy sokan azt mondják, hogy a kutatási eredmények nem feltétlenül tükrözik egy mondjuk egy szombattartó, tehát egy ortodox zsidó dohányzásának eredményét. Minden esetre bárhogy is legyék, azért azt ma már nagyon nehéz tagadni, hogy a dohányzáshoz nincsen egészségkárosító hatása, az egész biztos, hogy nem egészséges, tehát hogy egészségre gyakorolt jótékony hatása biztos nincsen, egészségre gyakorolt káros hatása, az minden bizonnyal van. Az, hogy milyen mértékű, ez még nem lehet tudni, de egészen biztos, hogy van. Úgyhogy ha valaki vigyáz magára, vigyázzon az egészségre, vigyázzon a testére, akkor igyekezzék nem dohányozni. Mindenkinek a leszokáshoz, ha esetleg valaki dohányzik a társaságban, leszokáshoz mindenkinek jó, sok erőt és kitartást kívánok. Én korábban dohányoztam egyébként, bevallom férfiasan, korábban dohányoztam, néhány éve már nem dohányzom, és számomra egyébként egy könnyű folyamat volt az erről való lemondás,
de nem vagyunk egyformák, nem voltam egy erős dohányos, úgyhogy nem vagyunk egyformák, de mindenkinek sok sikert és jó erőt kívánok hozzá, vigyázzunk a testünkre, ne éljünk egészségkárosító szerekkel és egészségkárosító módon, hanem viszont vigyázzunk, éljünk egészségesen, igyekezzünk helyesen táplálkozni, és a többi, és a többi. Oké, ennyi tehát a kérdésről, és nagyon röviden a 24. fejezet közepén járunk, Tánya 24. fejezetének közepén, ugye Tánya a Haszi filozófia alapműve. És múlt alkalommal arról beszéltünk, ugye az, arról volt szó, hogy a bűn maga az nem olyan rossz, mint a bűnös ember. A bűnös ember rosszabb, mint a bűn, mert tulajdonképpen, mint a bűn maga, mert a bűnös ember az végrehajtja a bűnt, az okozza a bűn tényleges létrejöttét, miközben a bűn önmagában, hogyha senki nem okozza, akkor a bűn magában nem történik meg. Ami meg csak teoretikus, az nem olyan káros, mint ami megvalósul, ugye? Bármilyen káros valamilyen teória, amennyiben nem valósul meg, az kevésbé káros, mint hogyha megvalósulna ez a káros teória. Itt a fejezet végén arról beszél az Alter Ebbe, arról beszél a Tánya, hogy még a vadállatok, a tisztátalan teremtmények is magasabbak, magasabb szinten állnak a bűnös embernél. Mindezek nem térnek el az isteni rendeltetésüktől, hanem engedelmeskednek Isten parancsának. A vadállatok, akár a tisztátalan teremtmények is engedelmeskednek Isten akaratának. Azt csinálják, amit, ahogy Isten, te vadállat ugyan, és ezért félelmetes, és ezért durva dolgokat csinál, de így teremtette Isten, ez az ő jelleme. Úgyhogy ő csak a jelleme által, a szelleme által, a jelleme által teszi a dolgát. Bár az isteni parancsot egy állat nem tudja érzékelni, mert az állat nem képes érzékelni Isten parancsát, de a szellemük érzékeli azt. Tehát van egyfajta ösztön. Az állat ösztönlény, az alapján, az ösztön alapján működik, amely ösztönt Isten belé teremtette. Ahogy írva van a Mózes első könyvében, rögtön a teremtés után 9. fejezet, 2. vers, féljen és rettegjen tőletek minden földi állat, ugye azt írja a Tóra, a Biblia rögtön a teremtés történetében, hogy amikor megteremtette Isten az embert, akkor utána Isten az embernek fennhatóságot adott a természet, a föld felett, és azt mondta, ugye, hogy Pru Urvu, Kifsu Harec, nem, nem, hogy is Pru Urvu, Bárec, vagy Kifsua, vagy valahogy így, szaporodjatok és sokasodjatok a földön, és győzzétek le azt, azaz uralkodjatok a földön. Az embernek lehetősége van, és adva van számára az engedély, hogy uralkodjon a föld minden más teremtményén, növényen és állaton egyaránt. Természetesen, csak zárójelet bejegyzem meg, nem öncélúan, hanem a kellő felelősséggel és a kellő gondoskodással. Tehát nem pusztíthatjuk a ránk bízott univerzumot, ugye, ahogy az előbb beszéltünk, a testről ránk van bízva, a föld, a bolygó is ránk van bízva, a következő generáció számára, tehát nem uralkodhatunk rajta, a felsőbb rendű teremtmény az ember, mint bármelyik állat, fontosabb teremtmény az ember, mint bármelyik állat, de ugye persze nem rongálhatjuk a környezetet sem öncélúan. De mindegy is, most nem erről akarunk beszélni, hanem arról, hogy úgy van írva, hogy és féljen és rettegjen tőletek minden földi állat. A Talmud pedig azt magyarázza, ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy az állat természetéből adódóan, ezt figyeljétek, mert ez nagyon érdekes, milyen jó bölcs meglátás van a Talmudnak, azt mondja, az állat soha nem fog szembeszállni az emberrel, ha csak nem úgy jelenik meg neki, mint egy állat. Szóval az állatnak van egy olyan természete, tanítja a Talmud, hogy nem száll szembe az ember, az állat is tudja, hogy az ember arra teremtetett, hogy uralkodjék az állatokon, ha az emberben ha az adott állat az emberben is állatot lát, akkor fogja megtámadni, akkor támad az ember, ha az emberben is állatot lát. Az ember úgy is, és honnan tudjuk ezt, honnan hoz a Talmud bizonyítékot, Dániel proféta esetéből, ugye Dániel profétára láttuk, amikor bedobták az oroszlánok közé, az oroszlánok barlangjába, hogy az oroszlánok nem bántották Dánielt. Miért nem bántották Dánielt? Mert embert láttak benne. Márpedig az állat nem bántja az embert. Akkor bántja az embert, hogyha az ember állati képét mutatja. Most persze ezt a nagyon szép és fontos megfigyelést azért nyilván óvatosan kell ízlelgetni,
hiszen tudjuk, hogy állatok bizony-bizony támadnak emberre, ártatlan emberekre, sokszor kisgyerekekre is, vagy hasonló. Ugye nyilvánvalóan ezt a kijelentést, a Talmudnak ezt a kijelentését, hogy mondjam, kellő intelligenciával kell fogadni, vagy megérteni, de maradjunk annyiban, hogy ha az ember nem viselkedik állatként, akkor nem lesz hasonló az állatokhoz, akkor elkülönül az állatoktól, akkor ha az ember viszont állatként viselkedik, amelyet sajnos látunk gyakran, bár nagyon szomorú, de látunk ilyesmit, ha az ember állatként viselkedik, akkor ne csodálkozzon rajta, hogyha az állatok is az állatot látják benne, és nem pedig az embert, és ezzel nem fogják tisztelni. Se az állatok nem fogják tisztelni, se az emberek nem fogják tisztelni. Ha valakiben az állatot látjuk csak, akkor nem fogjuk tisztelni mind embert. Mert tiszteletre, mint ember méltó, és ez nyilvánvalóan abban az irányba mutat, hogy az ember ne viselkedjen. Ne viselkedjék állat módjára. Kedves barátaim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra és egymásra, mindenkinek gutjanten, ilyenkor azt szoktuk kívánni, a jeles Hasszid napon, Svátó 10-én, holnap este 8 órakor várlak benneteket sok-sok szeretettel. Ha bárkinek kérdése van, itt Facebookon, külön üzenetben, privát üzenetben küldje el, lájkoljátok és kövessétek a Facebook oldalamat, illetve a Instagram oldalt, YouTube oldalt, olvassátok a legfárisgem.blog.hu-n a bejegyzésemet, még kint van az Index címoldalán, az Index.hu címoldalán is, aminek nagyon örültem, minden bejegyzésem csak kint van a címoldalon, csak nagyon ritkán írok mostanában, mert nagyon ritkán van időm írni, de megpróbálok erre is több időt szakítani. Vigyázzatok magatokra és egymásra, mindenkinek jó egészséget és további csodálatos estét!